Tanárbolt, webáruház, sziasztok! Itt az iroda, mindig kínosan rendben tartott asztalán, prizmakockák pihennek, amelyek gyönyörű színben pompáznak, ugyanis a különböző törésmutatóval bírnak a benne lévő testek, így fény különböző hullámhosszait, vagy hát színeit verik vissza. Aki ért hozzá, mondjuk nem én vagyok a bölcsész vezetőjemmel, de nyilván mindenféle fénytörés témakör illusztrációjaként lehet bevinni az osztályba, vagy csak azért, mert szép, és akkor lehet benne gyönyörködni, minden szögből megmutatom. Egyébként a napszakokkal is változik, vagy hát a különböző színek, hogy kék vagy piros, az nyilván a napkelte napnyugtakor egyikből másikból több lesz, úgyhogy már ezért megéri, amúgy szórja is valamennyire a fényt, vagy így kiveti, tehát a falon ne jegyetek meg, ha mindenféle furcsa fényeket láttok, az csak a prizma és nem UFO jelenség. Hát ennyi volna a prizma, vegyétek, vigyétek őket, mert szépek, hogy mekkorák. Hát erre mondjuk nem gondoltam, de itt van egy pénz, mi ez, euró vagy forint? Euró. Szóval így ekkora, az egy eurós az akkora, mint egy magyar, jó magyar 100 forintos, tehát ekkorának kell elképzelni a méretüket. Itt egy emberi kéz, az enyém, akkor ők így ekkorák, ez pedig egy morzsa, egy süti majszolásból visszamaradt kókuszdarab, de hogy a prizmák gyönyörűek, a prizmakockák, úgyhogy vegyétek, vigyétek a tanárból, webáruházból őket, sziasztok!